köszönhetjük, vissza kell mászok a hegytetőjére. Nagyon vigyázunk, nagyon csúszós, nagyon négy kézláb. Sikerült, menjünk tovább. Járművek órákig tartana, újra beindítanom, ezzel nem vacakolhatunk. Nincs erre időnk. Meg föl kell mennem, körül kell nézni. Nem nézek körül. Menjünk tovább. Mindjárt ott a civilizáció. A zsákot rakjuk vissza a környezetébe. Kötél. Ha a hegyet akarunk mászni, akkor nagyon sok szükség lehet rá. De úgy látom, itt meg a civilizációban. Művelhetjük. Gyerünk gyorsan, minél jobb embereket kell találnunk, hogy élelmet és folyadékot biztosítsanak nekünk. És persze, a legfontosabb, tudjunk hol aludni. Legyen tető a fejünk fölött. Mindig ezt mondom. Végre. Világ. Világ. Isten, még egy akadályon meg kell küzdenünk. De jó Isten, elektromos mezővel védett hídalja. Ilyenkor azt mondom, jobb nem piszkálni a csörgőkígyót a helyén. Nagyon nehéz lesz. Hogy jussunk át itt? Húha. Jobb, ha átbülünk alatta, mert fölfelé sokkal nagyobb elektromágneses mezőt bocsájthat ki. Vigyázzunk hozzá, ne érjünk a dróthoz. Átértünk. Túlélte. Az a fég, ez tényleg izé. Magas feszültséges. Figyelj, lehet futás lesz, úgyhogy bújjon át gyorsan az operatőr is. Ezt kell tűrni. Nézd meg, ott volt a magas feszültséggel rajta. Jól gondoltam. Jól gondoltam. Egyből az elején tudtam, hogy veszélyes lehet ez a drót. Menjünk tovább. Innentől már gyerekjáték az egész. Be kell mennünk és találunk egy vonatot, ami hazavisz. Igaz, ez eddig nekünk nem sikerült, de ez továbbra sem fog sikerülni, akkor még visszatérünk a reklám után. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Bear Grylls vagyok, innen, Filákból.